Horváth János kisiskolás kora óta buszsofőr szeretett volna lenni, hosszú évtizedek óta dolgozik már az Alba Volán ZRT-nél. Helyi, helyközi és külföldi járatokon is vezetett, balesetmentesen mintegy 1.750.000 kilométert tett meg. 82-ben jöttem ide, és azóta elég jó. Én úgy érzem, hogy elég jó megvoltam becsülve is itt a vállalatnál, mert mindig a legjobb autóim voltak, meg jó fuvarokat is kaptam. Horváth János mellett a vállalati ünnepségen elismeréseket vehettek át azok a gépjármű vezetők, akik 1.250.000 és 1.500.000 kilométert tettek meg balesetmentesen. Tóth István, vezérigazgató kiemelte, fontosak az ilyen alkalmak, amikor elismerik a dolgozók legjobbjait. Nagyon fontos számunkra, hogy a munkavállalók elismerést kapjanak. Azok a dolgozók, akik az elmúlt évben, években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. És itt külön ki szeretném emelni azokat a gépkocsivezetőket, akik balesetmentesen több százezer kilométert, sőt a mostani legmagasabb díjazottunk 1.750.000 kilométert teljesített balesetmentesen. A másik része pedig, hogy a munkavállalók saját maguk közül választhatják ki az év gépkocsivezetőit, az év szerelőit, az év alkalmazott munkavállalóit. A kitüntetetteket Simon László rendőrfőkapitány is köszöntötte. A rendezvényen emellett átadták az év buszsofőre, szerelője, ügyviteli dolgozója és vezetője elismeréseket is.